szárnyait, hogyha valaki fél attól, hogy hogyan nyeri le. Szárított sáskát is kóstolhattak az MCC Akadémián tanuló fiatalok a hétvégén. Emellett rovarlisztből készült proteinszeretet és banános palacsintát is felszolgáltak a szombati kurzuson, melyet Sziráki Zsófia táplálkozástudományi szakember tartott a diákoknak. A klímaváltozás miatt ezek a táplálékok teret nyerhetnek majd a fenntarthatóság okán, hiszen gyorsan és nagy mennyiségben előállítható élelmiszerekről és fehérje forrásról van szó. Ez részben a jövő, tehát hogy sosem fogja kiváltani teljesen mondjuk egy növényi alapú táplálkozást. Nem az lesz, hogy mondjuk egy vegán fehérjepor helyett így mindenhol csak rovar fehérjékből készült termékek lesznek, de ez is egy alternatíva lesz az ételérzékenyeknek, meg azoknak, akik szeretnének ilyen tudatosan teljes értékű fehérjeforráshoz jutni. A gyerekek többsége, ha bár eleinte tartott a rovarokból elkészített ételektől, később elismerően beszélt az élményekről és a tapasztalatokról. Már több osztálytársamtól hallottam, hogy boltokban tudnak venni szárított legyet, vagy ilyesmit, és hogy szerintem ezek tényleg egy ilyen 10-15 év után bekerülhet neki a táplálkozási rendszerbe, és szerintem nem is lenne rossz dolog, mert tényleg egészségesek. A szombati kurzus az egészséges táplálkozástól és a fenntarthatóságról szólt. Azonban annak érdekében, hogy a tanultak minél inkább megmaradjanak a fiatalok emlékezetében, igyekeztek a kurzust élmény alapúvá tenni. Minél nagyobb élménnyel szereznek tudomást a gyerekek, akár a szénhidrátok beviteléről, akár a fehérje fontosságáról, annál könnyebben megjegyzik ezeket a fontos dolgokat. Ezért találtuk ki, hogy tücsöklisztel, mint alternatív élelmiszerrel próbáljuk a memóriájukba ezt beleégetni. Hogy mikor lesznek elterjedtek, vagy egyáltalán elterjedtek lesznek-e a szombaton is fogyasztott rovarok Magyarországon, azt nehéz megjósolni. Ami biztos, hogy néhány uniós országban, köztük Németországban és Franciaországban már régebb óta árulnak rovarokkal készült rágcsálnivalókat és tésztákat. Az EU-n belül minden egyes rovarra, amelyet forgalomba kívánnak hozni, engedélyt kell kérni. A napokban a szárított diszkukac és a keleti vándorsáska mellett pedig immár a házi tücsök is felkerült erre az uniós listára, vagyis az új uniós jogszabály szerint már ezeket a rovarokat is lehet fagyasztottan, szárítottan vagy porformájában élelmiszerekben felhasználni.